Ez a legkisebb területű választókörzet itt Székesfehérváron, mégis rengeteg ember lakik itt, mintegy 7500 lakó van ebben a városrészben, és hát mai vendégünk Horváth Miklósné, Víziváros önkormányzati képviselője. Nagy-nagy tisztelettel köszöntöm itt a Fehérvár Televízió stúdiójában. Köszönöm szépen a meghívást, jó napot kívánok, és én is üdvözlöm a nézőket. Ahogy itt a felkonferálásban elmondtam, ugyan ez a legkisebb területű választókerület a városban, mégis nagyon sűrűn lakott városterület. Ebből adódik, ebből az adottságból, hogy hát rengeteg munka és feladat van. De hogyan is kezdődött Horváth Miklósné és Víziváros története? Hát az 2010-ben kezdődött. Most már harmadik ciklusban vagyok a Vízivárosi a képviselője, és tulajdonképpen minden alkalommal meg is köszönöm azt a szeretetet és azt a bizalmat, amit megkapok lépten-nyomon, mert azért 2019-ben, amikor újra elindultam, akkor egy kicsit úgy vaciláltam, hogy induljak, ne induljak, és az 52%-os választási arány azért meggyőzött arról, hogy jó helyen vagyok, és hogy engem szeretnek, elfogadtak a vízivárosiak, és nekem ehhez nincsen más dolgom ezzel kapcsolatban, mint erre a bizalomra méltónak lenni folyamatosan, és azt a szeretetet visszaadni, és azt a törődést, amit én is kapok. Mire a legbüszkébb, hogyha egyből így bele tudnék vágni ebbe az egész műsorba? Talán ez érdekelne engem a legjobban, hogy egy önkormányzati képviselő mire a legbüszkébb, mert itt azért rengeteg évről beszélünk, tehát volt munka, volt fejlesztés, volt öröm, nyilván bánat is, azonban azt gondolom, hogy a lakók is méltán lehetnek, és méltón lehetnek büszkék önre és a város részükre. Hát remélem. Az a helyzet, hogy itt két dolog van. Hát egyrészt nagyon nagy fejlődésen ment keresztül a város, ami nyilvánvalóan annak köszönhető, hogy az önkormányzat olyan lehetőségeket kapott azzal, hogy itt megszabadították attól a 18,5 milliárdos adósságától. És amikor ez megtörtént az utána lévő években, már itt nem csak az a 8 milliós képviselői keret állt rendelkezésre, ami csak csipcsup dolgokra elég, hogyha nagyon jól meggondolom, hanem tulajdonképpen 15-16-ban már 23, meg 28 milliót kapott egy-egy képviselő, és akkor 17-től 19-re kaptunk egy olyan kötetlen három éves forrást, 100 milliós, hogy föl lehetett használni, tehát nem volt ahhoz kötve, hogy melyik évben mennyit. Tehát az önkormányzat a szívügyének tekinti nyilván Székesfehérvárt, mert mi 100 000-en itt együtt vagyunk fehérváriak, és ez minden városrészen meglátszott. Tehát ez nem az én érdemem, hogy úgy mondjam, legfőjebb az, hogy mindig azt én magam is el tudom képzelni, dönteni is, hogy tulajdonképpen milyen fontossági sorrendbe kell az ott lévő problémákat megoldani, már az, ami a környezetet érinti. De természetesen ezt nem én nekem kell kitalálni. Tehát nagyon fontos a személyes kontaktus az emberekkel. És én egész életemben mindig közösségekkel dolgoztam együtt. Tehát az alatt, a 40 év alatt, amíg a Videótonban dolgoztam, és végigjártam ott, ahogy tetszik, a Szamárlétrán, az alatt is mindig volt egy csapatom, vagy én mindig voltam egy csapatnak a tagja. És én ugyanezt így fogtam föl Vízivárost is, hogy azok az emberek, akik ott élnek, és valamiért megkeresnek, az egész biztos, hogy lehet azt mondani, hogy ó, hát csak ez, nem. Nekik az a legnagyobb problémájuk akkor, amit elmondanak. Lehet, hogy csak beszélgetni jönnek el a fogadóórára. Lehet, hogy panaszkodni akarnak, lehet, hogy konkrét kérésük van, de azt nagyon komolyan kell venni, mert ő nekik az életükbe akkor az a legnagyobb gond. És nekem meg az a dolgom, hogy próbáljak segíteni a lehetőségeim szerint. De mindig megmondani, hogy tudok, vagy nem tudok, megpróbálni mindig megfogom, megtudom. És mindenkinek elmondani azt, hogy ha nem tudok, akkor miért nem, vagy kihez kellene fordulni. Tehát ez a bizalom élteti a kapcsolatot, én úgy gondolom, és az, hogy hát föl lehet hívni bármikor telefonon, lehet írni bármikor e-mailt. Én nem mondom azt, hogy mindenki a legbarátságosabb stílusban szokott velem beszélgetni, de
Azt is le kell tudni nyelni, ha úgy tetszik. Mik a legnagyobb kérések, így ha az elmúlt évekre visszatekintünk, hogy milyen problémák vetődtek fel a lakók részéről? Gondolok itt például többek között a parkolási gondokra. Hát az az egyik kulcskérdés. Hát az, ahogy az egész országban, az így itt is. Vitathatatlan, Vízi városban ez az egyik kulcskérdés, hogy nincsen elég parkolóhely. A másik része a dolognak az, hogy valahogy az emberek úgy képzelik, hogy csak akkor van biztonságban a kocsijuk, hogy az ablak alatt áll. Na most, hogyha elfoglalnak minden talpalatnyi helyet, szóval valahogy meg kellene győzni őket, hogy 80 méterrel arrébb elmenni, azért az nem egy nagy túra, az azért nem egy maratoni távolság. Tehát én értem azt, hogy mindenki szeretne a legközelebb a lakóhelyéhez, a lakásához a legközelebb tartani az autóját. Azt is értem, hogy a nagy bevásárlások esetén az ember szeret ott megállni és onnan kipakolni, de akkor utána valahogy be kéne állni a parkolóba. Tehát nem lehet megoldani azt, hogy ahol a panelek ennyire közel vannak egymáshoz, közöttük játszóterek vannak, közöttük vannak egy-egy nagy parkoló, ugye a Gáz utca 18 mögött, a 11 mögött, a 23 mögött. Ezek a nagy parkolók. Aztán akkor ilyen kisebbek vannak a házak között, itt ott amúgy voltak. Tehát nagyon sokat a Királysoron is. Ugyanez a házak között vannak parkolók, 40 autónak, 20 autónak, tehát nincsen hely. Ott vannak a játszóterek. Tehát nekem mondjuk, azt kérdezik, hogy mikor kezdtem, tulajdonképpen 10-ben az első dolgom volt, hogy mint nagymama, azt gondoltam, hogy Istenem, ezek az aranygyerekek, itt játszanak, gurul a labda, kirohan, Isten ne adja, hogy kirohanjon a Budai útra vagy a Gáz utcába. Úgyhogy az első dolgom volt az, hogy bekerítettem azokat a játszótereket, amik ilyen nagyforgalmi utcák mellett voltak. Tehát a biztonságra mindig azt hiszem, hogy nagy hangsúlyt fektet. Hát akkor le tudnak ülni oda a szülők, nyugodtan tudnak beszélgetni egymással, a nagyszülők, a szülők, azok a kismamák, akik oda elmennek, padoknak is kell lenni, játékoknak is kell lenni, és a gyerek nyugodtan játszhat és rohangálhat, mert ott van a kerítés. Bizony. És nem önfeledten nem rohangál ki sehova se. Tehát ez nagyon lényeges. De ugyanakkor ott van a játszótér mellett a parkoló. Tehát amiatt is a gyereket is védeni kell, az autót is védeni kell. Tehát akkor, amikor az ember most például hogyan lehetett bővíteni a parkolókat. Tehát az egyik legnagyobb fegyvertény az volt, amikor a MÁV-tól sikerült végre elintézni azt, hogy a sineket föl fogják szedni, és föl lehetett egészen a Gőzmalom utcától egészen a Budai útig föl lehetett szedni a sineket, és ott azt a területet, a sinek területét, azokból parkolókat lehetett csinálni a 25-33 mellett is, a 94-nél is, hát egészen ki a 102 mögöttig. De zöld területet is. Oda rengeteg fát elültettünk. Csak nehéz lehet megtartani az egyensúlyt, hogy parkoló is legyen, zöld terület is legyen. Igen, de hála a jó Isten, az embereknek van igénye rá, hogy legyen zöld terület. Igen. Tehát örültek a fáknak is, nyilván örültek a parkolóknak is. Sarló utca mögött van egy nagy parkoló. Sarló utca mögött. A Sarló utca mögött, ott különben is volt a páros oldalon, ott volt a Sarló utca páratlan oldalán vannak a nagy parkolók. Igen. A páros oldal mögött végig volt parkoló a 16-nál, a kis megszakítással, de ami megint nagyon nagy szerencse volt, ugye, amikor ez az egész, hogy a fűtőerőmű fokozatosan fog vonulni, és reméljük, ha jó Isten megsegít bennünket, 22-re teljesen kiköltöznek, felszabadult egy nagy terület. És azon a területen a nagy fűtőerőmű résznél ott 205 parkoló készült, és a sineknél pedig, ami a Sarló 14-16 mögött volt, és a Sarló 23-25 mögött, ott meg 152 összesen ki. Tehát 457 új parkoló létesült. Mert akkor, amikor a zöldfa térem, na hát azért sok mindent mondtak, csak azt nem, hogy nagyságos asszony vagyok, akkor a zöldfa térről az autókat ki kellett, ha úgy tetszik, tiltani, akkor azért a Gőzmalom utca kanyarba, igen, ott csináltunk eleve 14-ben 11 parkolóhelyet, ott még az orvosi rendelő is meg volt elégedve, hogy ők is kaptak ott a parkolóhelyet, és a másik oldalán a térnek, ami a 90, a 80 és a 88-90 között van, ott is van 20-25 parkoló. Viszont ami a Spárhoz bevezető út, és ami tényleg visszaadtuk térnek, sétatérnek, hogy gyerekek biciklizhessenek, kismamák sétálhassanak, stb.,
oda azért középre oda kellett rakni egy nagy virágálványt, mert addig, amíg egy pólár volt kint, ezt rendszeresen kitörték. Nem tudom, kinek a lelki világát tette boldogabbá. De nem is különösebben érdekelt. A lényeg az, hogy azt oda tettük, és azóta a térre nem lehet bejönni, és a téren pedig a önkormányzatnak a tervezésébe csináltak egy nagyon szép ott a fák között ilyen ülőalkalmazottságokat is. Tehát, és ami csodálatos most, és amiért én nagyon-nagyon örülök, és gondolom a vízivárosiak is, mert visszajelzések szerint ez így van, hogy miután a sajnálatos módon a vízivárosi iskola megszűnt, a gyerekek, de az is egy hosszú történet, mert az 2006-ra visszavezethető. Igen, igen. Amikor ezt kötelezővé tették, hogy a fele vízivárosiak menjenek a szénaterületre, onnantól kezdve nem lehetett a szülőket azért megróni, hogyha utána a gyerekeket nem hozzák vissza. Én hiába próbáltam őket agitálni. Szóval volt egy darabig ment, az első ciklusban ment, a polgármester úr meg is ígérte, hogy nem fogjuk az iskolát bezárni, de a következő ciklusban már olyan kevés gyerek volt, hogy tényleg nem volt rentábilis azt az iskolát úgy fönntartani, és hát szanaszét az is jártak. És a gyerekek a Németh Lászlóba mentek át, a pedagógusok is zökkenőmentesen, minden tisztelet az Ollé Kati, az igazgatóasszonyé, mert jól megtalálták a helyüket, a gyerekeket is meg, és a pedagógusok is. Na, viszont akkor utána úgy jött a következő 13-tól, hogy hát vette a klik, vagy ha most tetszik a tankerület. Igen. De ott mindig is volt az úgynevezett aranykéz, akik egy alapítványi iskola működött, most is működik, de akkor pedig oda került az Arany János iskola, nek egy tagozata. És viszont nem kellett nekik az egész. Egyrészt meg amikor az a sziket megcsinálták. Ugye? Az udvara. Az udvarnak egy részét le lehetett rekeszteni, igen, ki lehetett nyitni, hál' Istennek. Ott borzasztó állapotban volt különben is az iskola udvar. Hát ott föl volt törve már a beton, fűcsomók, ez nagyon elhanyagolt volt. És akkor tulajdonképpen 19-ben elkezdődött az, hogy na ott is tudtunk még a 94-nél is csinálni 20 parkolót, meg egy sportpályát. Azon még hezitáltunk egy darabig, hogy az ellalakba, ami megy ki a Szolgalmi úton a Zöldfa térig, hogy ott most játszótér legyen-e, vagy park, de akik ott laknak, azok azt mondták, hogy olyan szívesen itt üldögélnének a padokon és az árnyas fák alatt, és hát tulajdonképpen ott van szembe a Királysori dupla játszótér, ott van a Budai út 90 játszótér, egy kicsivel arrébb ott van a Budai út 96-100 közötti játszótér, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy igen, hát akkor talán legyen az is ott parkosítva, legyenek padok, még most elkezdünk ültetni még további 10 fát, megcsinálják még a labdafogóhálót, hogy a autókra se menjenek rá, a labdák ne dobálják rá. Úgyhogy, és kinyílt a tér. És én nekem olyan öröm, amikor oda megyek a fűtőerőműhöz, és közel a fűtőerőműhöz megállok, és végig belátom az egészet. Igen. A Királysorig, Jószerivel az utolsó, majdnem az utolsó házig. Tulajdonképpen tényleg odaállunk, kinyílt és mindent tér, látunk. És ugyanígy van, kinyílt, igen, a tér, a 94, 96, 98, ott is. És hogyha tulajdonképpen egy sétány lesz az a szolgálmi út, mert amellett is lesznek padok, ott vannak a gyönyörű fák, úgyhogy hát én nagyon remélem, de azt hallottam, igen, hogy nagyon örülnek neki. És de a királysoriak is nagyon örülhetnek, mert ha már az előbb elhangzott, igen, hogy királysor, hát többek között a járdák is megújultak minden, korábban. Is, igen, igen. Hát ez muszáj volt, meg a támfal is, ami be akar dőlni. Igen, ott igen, tavaly előtt, igen, jól azt is megcsinálta a tavalyi 19-ben. Még nagyon sok minden. Hát hogyha én azt mondom, hogy 19 végéig 1,4-1,5 milliárd forint ment bele vízivárosba, és én tudom, hogy még van hova, van mit csinálni. Milyen tervek vannak egyébként? Most a pandémiától egy kicsit eltekintve. Igen, hát azért ebben az évben is lesznek fejlesztések. Én arra gondoltam, és szintén mondom hát a lakókkal megbeszélve, hogy tulajdonképpen azok a kis járdák, amik a Sarló utca és a Budai út között keresztbe mennek a házak előtt, azok nagyon igénybe vannak véve, mert egyrészt úgy mennek ki a Budai útra a buszhoz,
És így közlekednek, hát meg ott laknak, hát persze. Úgyhogy azok a kisebb járdákat, amik kimennek a Budai útra a 80 mellett, tehát amelyik a 23-as parkoló melletti a 80-nál, akkor amelyik a óvodából vezet ki, és a bölcsödéből, tehát az 52, a 72, meg a 80-nál, ezeket a járdákat, ezeket mindenképpen rendbe hozatjuk. Én körülbelül másfél éve megígértem a 98-ban lakó egyik úrnak, aki személyesen eljött, hogy hát azt a kis járda, hát nem kicsi az a járda rész, mert az a kis járda rész majdnem 1 millió forintba fog kerülni most, hogy megcsinálják, ami a házhoz tartozik, és amit tulajdonképpen a háznak kéne megcsináltatni. De miután mi megcsináltattuk a Sarló utcába is azokat a kis belső járdákat, amik a 4 előtt, meg a 12. Ami oda csatlakozik a így van, azt is a lakóknak kellett volna megcsináltatni, de megcsináltattuk képviselői keretből. Na hát a 98 előtt is, amint kijön a jó idő, meg fogják csinálni azt is, úgyhogy ott különben akkor már csak azt a járdát kell megcsinálni, ami ott a parkoló, a autóparkoló meg a játszótér között vezet egy belső járda. Na de, azért nem csak ott vannak ilyen problémák, ott van, amelyik bevezet, nagyon igénylet véve a 12 és a Sarló 12-14 közötti bekötő út, azzal, hogy ott le lehet menni a fűtőerőműhöz. Annak a járdáját is idén megcsinálják, a 12 mellett egész be a kanyarig. Aztán megcsinálják a Sarló utcát, amit már egyszer fölújítottunk, 14-ben, teljes Sarló utcát. Most kimegy egész a Királysorig, mert újra föltöredezett. Szóval annak idején én nem tudom, betonoztak. Hát szóval elég nehéz volt azt utána a műszaki szempontból is azoknak, akiknek ez a feladatuk volt. De most a Gáz utcától egészen a Királysorig, a Sarló utca végig, a Gőzmalú utcával együtt azt fölújítják. Akkor az elég nagy területet ölel magába. Ami nagyon fontos lenne, a Rákóczi utcai, és a Gáz utca 1 ABCD-nél egy garázssor. Az is egy nagyon igénybe vett, és egy nagyon rossz út. Az egy U alakú út, és ráadásul ott rengetegen járnak be, nyilván, mert a garázssorba ezen az oldalon is itt tudnak bemenni, meg a túloldalához is, hogy oda tudjanak menni a páratlanhoz, a Gáz utca 1 ABCD-hez, ahhoz is be kell menni körbe. Tehát ezt az U-alakot meg kell csinálni, és valami szerencsétlenség folytán ezt az utcát úgy csinálták meg, hogy így középen puposodik, és akkor lejt be, és hogyha van egy nagyobb eső, akkor befolyik a garázsokba. Tehát itt az egész pályaszerkezetet meg kell csináltatni, és én ott egy nagyon kedves lakóval együtt, még 19-ben végig ballaktunk a lakókhoz, hogy na hát mit szólnának hozzá, persze, hogy mindenki azt mondta, hogy nagyon örülnének neki. Aztán utána jött a pandémia. Benne volt a 2020-as költségvetési tervnek, benne volt a határozatok között, hogy azt az utcát, azt megcsináljuk, azt fölújítjuk. Igen, ám csak senki nem számolt ezzel a nyomorult vírussal. Tehát nyilván minden anyagi forrás tulajdonképpen arra ment, és egy csomó bevétel kiesésünk van. Ezt is mindenki tudja, és ez nem csak 20-ban, hanem 21-ben ugyanígy van. Ez a felújítás viszont több mint 150 millió. Tehát ide önkormányzati, központi segítség kell, központi beruházás, mert ezt 8-10 millióból ugye nem lehet megcsinálni, arról nem beszélve, hogy a múlt évben is és idén is a képviselő keretből a 10 millióból 6 milliót kapunk már csak. Mert minden megy a pandémia elleni védekezésre, és azoknak a megsegítésére, akik a lehető legrosszabb helyzetbe kerültek emiatt a gyilkos kor miatt. Tehát érthető módon ez kitolódik, de hát 21-ben őszintén remélem, hogy sor kerülhet rám, mert hát azért ígérni, ha az ember ígér valamit, akkor utána nagyon kényelmetlenül érzi magát, ha nem tudja megcsinálni. Viszont egy nagyon szép ígéret már beteljesült a Rákóczi utcában az oktatási és nevelési intézmények kapcsán. Sem mehetünk el ugye szó nélkül, igen, mert hát gyönyörűen megújult az gyönyörű, intézmény. Az óvoda, az ez gyönyörű. Mikor és hogyan történt? Hát ez a 18-ban már készen volt, 18, ha jól emlékszem, ez egy 400 millió forintos beruházás volt, ez Európai Uniós beruházás volt, de csodálatosan szép lett az, és az iskola udvar is nagyon szép lett, és hát akkor, amikor átadták ott, az egy lift lett, szóval, és az a nagyon lelkes társaság van ott, és én nagyon szeretem, a két óvoda van, és egy bölcsőde van a területemen. Én azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy nagyon jó viszonyban vagyok az óvoda pedagógusaival is, és a bölcsödésekkel is, mert
Hát a gyerekek azok az embernek a közel állnak a szívéhez nagyon. És ezek, úgy fogalmazott a képviselő asszony éppen ennek kapcsán nem is olyan régen, hogy a gyerekeken keresztül lehet megszólítani az embereket, és tényleg milyen fontosak a legifjabbak is. Hát tudja, szerkesztő asszony, ez úgy van, hogyha az ember saját magát elgondolkodik, hogy nekem mi a legfontosabb a világom? Hát nem a gyerekem, meg az unokám. Hát persze a családom. Hát az az első szoros közösség, aki az enyém, akik szeretnek, akiket szeretek, akik, hogyha bármi gondom, bajom van, mindent elviselnek tőlem, és én is mindent elviselek. Tehát nyilván mindenki ugyanígy van vele. Tehát ez nem egy specialitása az embernek, mindenki így van vele. Hát nem lehet nem szeretni ezeket a gyerekeket. Na most, hogyha ezek imádnak csacsukni, imádnak szerepelni. Tehát hogyha én valahogy becsengethetek én ide meg oda, meg is tettem 2010-ben, végigjártam a vízivárost, hogy én vagyok én, és szeretnék itt képviselő lenni, és kérem, hogy támogasson. De az teljesen más, mint hogyha a gyermek, aki a szemefénye a családnak, az szerepel, és azt meg lehet nézni. És tulajdonképpen az advent, ami azon túlmenően, hogy én úgy gondoltam, hogy Víziváros is megérdemli azt, hogy azért itt is legyen egy olyan csendes időszak, ami a karácsony előtt is. És lett. És nagyon-nagyon-nagyon jól bevált, és ezek a gyerekek tündériek. Tehát most már kiterjesztettük a városrészre, hiszen a Víziváros azért ez egy nagy terület volt, és most 4 választókerületet is nyugodt lélekkel el lehet mondani, hogy oda tartozott valaha. És az én képviselőtársaim végtelenül rendesek, és nagyon készségesek, és az ő területekön lévő iskolák, óvodák, nyugdíjasok, hát az első években, 11-ben a Sarló utcai óvodába tartottuk 3 évig, mert ott az iskola udvarban, kint a hidegben, ott voltak a szülők, ott voltak a nyugdíjasaim, a Sarló utcai nyugdíjasok, akik verset mondtak. Tehát milyen a nyugdíjas közösség egyébként? Ha már a legifjabbakról is szó esett, ők is nagyon nyugdíjas jó. Közösségek, azok ha vannak működnek? Még lelkes emberek, akkor azok a nyugdíjasok. Vízivárosiak azok? Igen. És hát azt nagyon sajnálom, hogy a Sarló utcai klub az megszűnt, mert egy nagyon agilis, tüneményes vezetőjük volt, a Gulyásné Marika, aki a mai napig mind egy tyúkanyó, mindig mondom neki, hogy te olyan vagy, mind egy tyúkanyó, mert ő állandóan gondoskodik a mai napig is mindenkiről, mindenkit fölhív telefonon, ő mindenkiről mindent tud, velem is, én is beszélgetek vele mindig, mert más most ugye nem tudunk csinálni, de napra kész az ember, hogy Marika mindent tud. A másik az pedig hát a Lövöldébe, ahova oda jártak, az a vízivárosi, úgynevezett vízivárosi klub, ott is van egy. Na most közben megkerestek engem a Rácz utcaiak, hogy a Rácz utcai klubba, ott rejteni Marika ott lakik a királysoron a 33-ba, és megkeresett azzal, hogy hát hogyha megnézem, akkor tulajdonképpen a 21 néhány ebből 12 a vízivárosban lakik, úgyhogy ők tulajdonképpen vízivárosiak. Úgyhogy ők is az én vízivárosiaim. És akkor van még egy másik hölgy, aki igaz, hogy ott a vasút környéken van, de ő is nagyon aranyos, szeretem, úgyhogy őket, ővelük is tartom a kapcsolatot. Lehet most a pandémia időszakában tervezni, nem, mert azért nem. Elhangzott itt néhány nem. Jövőbeni álom, de most nem, a jelenben nem. Mi a helyzet? Nem, hát itt tulajdonképpen, hát még a mérnök nyugdíjasokkal is, azokkal is tartom a kapcsolatot, de az a helyzet, hogy nem tudunk találkozni. Tehát ha valami rosszul érinti az embert, az tényleg az, hogy azok a személyes kapcsolatok, amik úgy azért mégiscsak mások, mint ha telefonon beszélek, vagy pláne írok, tehát teljesen más. Meg a megjelenés, tehát azért az a metakommunikáció annak nagyon nagy jelentősége van, és ez bizony hiányzik. Mindig biztatjuk egymást, hogy majd csak, meg hogy vagy, mi történt, majd reméljük, ekkor, mikor tudunk találkozni. Hát fogadórát se tudok tartani. Tehát eleve nem lehet, mert egyrészt gondolom koromnál fogva is, de egyáltalán én úgy tudom, hogy senki nem tud fogadórát tartani. Az egy más kérdés, hogy végig ballagok Vízivároson, de az is olyan, hogy ha találkozom valakivel, akkor nagyon óvatosan. Hát most, hogy mondjuk megkaptam a második vakcinát is, már csütörtökön lesz egy hete,
az nem azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve én nyugodt lélekkel merek grasszálni, vagy, mert külön fölhívták rá figyelmet, hogy ez igen, ez védettséget ad, de azért hazardírozni nem most van itt a vagánykodásnak az ideje. De ha már az egészségünkről van szó, azt hiszem, amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy az egészségügyre is sokat költ a városrész, gondolok igen. Itt például a szűrőnapokra, amit, ha jól tudom, akkor szeretnének is kibővíteni, és itt a prevencióra gondolok főképpen. Ez összekapcsolódik, vagy ez hogyan kell elképzelni? Ezt a szűrőnapokat a Östör Marci szervezi. Ő az egészségügyi tanácsnok, és nagyon alaposan és nagyon jó munkát végez. Már tényleg, most ő már negyedik ciklusos képviselő. Tehát nagyon avatottan, és nagyon jól, és nagyon határozottan csinálja ezt az egészet. Most mi annyit tudunk csinálni, hogy, és ezt most csináljuk is, hogy a kórházi dolgozókhoz mennek ki a képviselőink. Hát a Fidesz frakciónak nevébe tudok beszélni, illetve hát nem frakcióvezetőként, hanem tagként. Érthető. Tudok róla beszélni, hogy mennek a kórházi dolgozókhoz, és Györgyi Kékkel például, és hárman négyen. Mi meg 31-én a Marcsival, még a más két kollégával, vagy három kollégával még jelentkeztek, megyünk a mentősökhöz. 11 órakor is oda is viszünk nekik valamit. Tehát ami ilyen húsvét előtti megemlékezés, köszönetnyilvánítás, hogy érezzék, hogy tudják, hogy mi halál pontosan tudjuk, hogy mekkora teljesítmény az, amit ők most véghez visznek. Most már több mint egy éve. És hang nélkül, és zugolódás nélkül. Tehát, hogyha valakik hétköznapi hősök, ahogy ezt szokták mondani, akkor az egészségügy, a szociális területen dolgozók, ezek mind és a rendvédelmi dolgozók, tehát, de elmondhatnám azt is, akik az üzletekben dolgoznak. Tehát az emberekből én úgy látom, hogy persze van, akiből a rosszat hozta ki, de a zöméből, a legtöbb emberből az amúgy is benne lakozó jót hozta ki. Ez a helyzet. És én ebben nagyon hiszek, és nagyon bízom benne, hogy válságos helyzetekben, amikor az ember tulajdonképpen elveszíti azt a képességét, hogy uralja a helyzetet, tehát irányítani tudja a helyzetet, akkor föl kell ismerni azt, hogy amit meg tudok tenni. Ha csak az a feladatom, hogy védekezzek, akkor védekezni kell. Tehát a lehetőségeket kell igen, akkor igen. kihasználni, de azt maximálisan, és akkor semmi nem számít, akkor csak egy dolog, nem az emberiségért, az emberekért. Mert lehet ilyen hangzatú szólamokat, hogy megváltjuk az emberiséget, ne azt az embert, a szomszédodat, a családodat, azt a közösséget próbálj azért mindent megtenni, ami a te lehetőségeidből adódik. Ha ezt mindenki megcsinálja, akkor nincs lehetetlen. Én úgy gondolom. Ha már közösségek újra, akkor hol érhetik el a képviselőasszonyt, illetve milyen formában egészen pontosan a lakók, főként most, mert hát azért biztos vagyok benne, hogy hiányzik nekik az a bizonyos fogadó. Nekem is nagyon szeretettel várok, úgy szeretnék megölelgetni mindenki. A telefonon is elérhetnek bármikor, és e-mailen is. És én amit meg tudtam tenni, hát nyilván nem tudok fölhívni 600 embert, mert kb. Annyi telefonszámom van, akik úgy idők során megkerestek személyesen. 87-en voltak, akik e-mailbe kerestek meg az idők folyamán, őnekik mindenkinek írtam karácsony előtt. Mindenkinek, személyesen mindenkinek, 87 e-mail, mert ez volt a legkevesebb, amit megtehettem azért, hogy gondolok rájuk, és hogy köszönöm, hogy vannak nekem. Mi is köszönjük, hogy van nekünk, és hogy van a városrész lakóinak, mert biztos vagyok benne, hogy most nagyon büszkék önre. Köszönjük, hogy ezt a rengeteg hasznos információt megosztotta velünk, és esetleg megismerték azok Vízivárost, akik mondjuk kevésbé ismerhették ezt a területet. Én is köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is itt a köztérben. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!